Szeretettel köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Dérinék Kulturális Központban, és mögöttünk a nagy nyüzsgésről már lehet hallani, hogy megnyílt a Szívfolt Klub kiállítása. Dr. Nyíri Lászlóné klubvezetővel beszélgetünk. Ez a 14. évadja, idézőjelbe téve a klubnak. Hogyan is indult ez a klub? 2000-ben Türke Jánosné Ági alakította a klubot. Dolányi Anna, aki a Patchwork magyarországi nagyasszonya, egyszer csinált itt egy kiállítást, és ennek a kapcsán Ági fellelkesült, és azt mondta, hogy ilyet Karcagon is kell csinálni, és megcsinálta. 5 fővel indultunk, megbízott engem, és azóta ugye szépen fölfejlődtünk 20-21 főre. Én emlékszem a szlogán, hogy várjuk össze a világot. Ez volt az első induló, azóta azért már több volt, de ez úgy megragadt bennem, hiszen azért több nemzetközi díj is volt, már munka is volt, és nagyon sok jótékony célon is részt vettek Cölikenénék, hiszen a kórháznak is ajándékoztak, a gyermekosztálynak takarót, árvízkárosultaknak is. Tehát én azt hiszem, hogy a saját és a család öröme mellett azért mindig fontosnak tartották a jótékony célokat is. Igen, ezt most is bemutatjuk, mert ott van kitéve a kórház gyermekosztályának, vartam egy nagy képet, szívemben viselem a gyerekeknek a sorsát, és mióta ilyen gyönyörűen megcsinálták a kórházat, igyekszünk feldíszíteni, és nagy örömmel tesszük. Hát persze mellette nagyon sok karitatív munka készült, úgy a dévai árváknak, a karcagi óvodásoknak, ment iskoláknak, óvodáknak, fali kép, egyes tárgy, sors, tárgynyeremény sorsolásra, amit eladtak. Szóval mindig találunk valami olyan okot, amivel segíthetünk valakin. És mindig vannak új technikák is, hiszen nyáron a táborban mi is voltunk többször, ott mindig láttuk, hogy új dolgokat tanulnak meg, és utána ezeket itt láthatjuk. Viszont ahogy el tetszett mondani a megnyitóban, a klub nem csak foltvarrással foglalkozik most már, hanem horgolnak, kötnek, tehát ez is azt hiszem, hogy azt jelzi, hogy mindenki szívesen jön ide. Igen, hát klubszerűen működünk. Az azt jelenti, hogy nem csak egy bizonyos cél érdekében jövünk össze, hanem szórakozunk. Mert ezek a kis kitérők azt jelentik, hogy ez felfrissítik az embert és szórakoztatják, amikor meglátjuk az új gyönyörű színű gombolyagokat, vagy hímzőfonalakat, vagy akármit. Örülünk neki, és szívesen megtanuljuk, szívesen csináljuk, és az is örül, akinek ajándékozzuk. Aki most itt látja ezeket a gyönyörű munkákat, és kedvet kap, és mondjuk még nem nagyon van fogalma arról, hogy mi is az, hogy foltvarrás, mi az, hogy patchwork, jelentkezhet-e, vagy majd csak a táborban, tehát mikor lehet önökhöz csatlakozni? Bármikor lehet csatlakozni, és csatlakoztak is nagyon sokan, de amikor rájöttek, hogy itt nem csak nyírni kell, meg összevarni, hanem rengeteget kell számolni, meg szöget mérni, meg pontosnak kell lenni, akkor 2-3 foglalkozás után abba hagyták, mert azt hitték, hogy ez csak olyan egyszerű, hogy a nadrágra egy foltot varrok és kész. De akik itt maradtak, azok már nagyon tudnak. Persze vannak újak is közöttük, fiatalok, de azok már nem csak patchworkot csinálnak, hanem hogyha körülnéznek, akkor látják, hogy ékszereket, textil ékszereket, akkor a magyar motívumoknak a mintáit ráhímezik blúzokra, cipőre, táskára, meg egyebekre, ami éppen a kezük ügyébe kerül, lehet az egy zsebkendőtartó is, csak hímezni lehessen. Ráadásul kaptunk Tiszafüredről egy csomó farmeranyagot. És ezeket a farmeranyagokat mi mind bedolgoztuk táskának. Na most ezeket könnyű hímezni, könnyű varni, és mindenki megcsinálta a maga kis ajándékát belőle. Aztán van csipkeverő kolléganőnk is, Fodorni Erzséke gyönyörűen csinálja a vercsipkét, nagyon örülünk neki. Hát ő is a kokárdától kezdve mindenfélét elkövet azért, hogy kicsit fellendítse a mi lelkesedésünket. És hát rengeteg egyedi dolgot látunk, biztos, hogy vannak olyanok, akik most ötletet kapnak esetleg majd advent közelettén a karácsonyhoz is. Jó lenne azért egyszer majd arról is beszámolni, hogy annyi energiával rendelkezik a klub, hogy nem csak jótékonykodni tudnak, hanem esetleg állandó jelleggel is tudnak árusítani ezekből a gyönyörű dolgokból. Árusítani nem árusíthatunk, mert nem önálló civil szervezetek vagyunk.
esetleg zsákba macskát ilyen alkalmakkor, amikor rendezvényünk van, ez megengedett házon belül. Hát ilyenkor aztán kiéli mindenki magát, és az apróságokat belerakjuk az acskóba, és ez izgalmas, mert alig várják, hogy kibontsák, és megnézzék, hogy mi van benne. Nem beszélve arról, hogy az idén csináltunk mindenkinek megint ajándékot. Hát a szívünk melege benne van ezekbe az ajándékokba, és azt hiszem, hogy mindenkinek örömet okoztunk vele. Igen, ezt láttuk, amikor átadták az ajándékokat. Én azt kívánom, hogy még rengeteg ötletet sikerüljön megvalósítani, és nagyon sok hasonló ilyen szép kiállítást láthassunk Önöktől. Nagyon szépen köszönöm.